Sziasztok gyerekek, én Bámcsik, és érkeztük a következő videónkhoz, amiben is Minecraft túlélő sorozatunkat fogjuk folytatni. Ugye az előző videó, majd elmondom a videósorban. Na gyerekek, én itt is lennék, és az előző videónkban csináltunk egy házi bányát a házunkban. Egy házi bányát csináltunk, ami Gabi Chanelnek is van, hát jó nagy szenvedéséját, amire találtunk vasércet, ezzel lezuhantunk és meghaltunk. Így, szóval igen gyerekek, szóval ez volt a videónkban. És mi most ezt a házi bányát fogjuk folytatni, de elmondom, hogy mi volt az első, másik, harmadik és a... Hát igen, az első, másik és a harmadik videónkban. Az első videónkban megcsináltuk ezt a szép házat, ami kívülről így néz ki, beraktuk ezt az első ajtót, és kívülről így néz neki. Így néz. És még ezt a kettő ajtót is az első videóban csináltuk meg. A ládát, a kettő ládát, meg ezt az egy barkácsasztalt is az első videóban csináltuk meg. Aztán elkezdtünk bányászni. A második videóban a padlót csináltuk meg. Az egyik ágyat, az egyet, csak az egyik ágyat. És ezt a kettő chestet csináltuk meg. És akkor a bányát kezdtük el fejleszteni, amit meg is mutatok most, hogy mennyi, mekkora... És hogy néz ki is, hogy mennyire mély, már szerintem ez már nagyon mély, de még lesz majd még mélyebb is. Amíg nem találok itt is vasércet. Itt már találtam szenet, de vasércet még mindig nem. És itt is addig fogok ásni, amíg vasércet, egyedül vasércet nem fogok találni. És én egyelőre itt is tartok. Most menjünk föl. És a házi bányánk, ja, és elmondom, hogy a harmadik videóban mi történt. Ki kell jutnom innen. De jó kolibére. És a harmadik videóban megszereztük a harmadik ágyat, ugye, megoltunk egy birkát, és megszereztük ezt a harmadik ágyat. És beleraktuk ugye a hátteren, és azon is aludtunk egyet. És a harmadik részben kezdtük el, az ezelőtti részben kezdtük el ezt a házi bányát, amit majd én sokkal jobban ki fogok majd így dekorálni. De most ezt kezdtem el. Csináltam neki ajtókat, és most itt tartok, és aztán látom, hogy van vasért, kivágom. Volt 6 darab vasércem, amúgy még itt van az a 6 darab vasércem, és aztán lezuhantam, de mivel megvolt az, hogy ne veszítsem el a dolgaimat, ezért szerencsére nem veszítettem el. De mi most szépen egy sütőt szeretnénk csinálni, ha lehet. Csak 44 perc, hogy lehet. Miért ne lehetne? Mindjárt. Még kettőt is, de szőt csináljunk kettőt is, hogy azért ne legyen ennyire kevés dolgunk. Szóval az egyiket tegyük le ide. Ez az majd, amit a kajákkal fogunk sütni. Ide pedig azt tegyük. Ide pedig olyat fogunk tenni, amit nem a kajákkal, hanem amit bányát ad fogjuk, és valamit ilyesmiket kell. De most megnézem, hogy van egy csákányom. Hát nincs. Meg kell mondanom, nincs csákányom. Van ilyen faj izém. Oké. Facsákányt, kettőt csináló, ami nem fog menni, ezért egyet csináltam. És ezzel a facsákánnyal fogjuk most a házi bányákat folytatni, ez már a negyedik részhez fog tartozni.
ezt kiütjük, és ide rakjuk ezt, és itt fogjuk most, ami nem most, csak akartam volna most, a vast kiégetni, hanem itt, nem itt, akkor talán itt, igen itt. Itt fogjuk a vast kiégetni. Vasércet. 6 darab vasércet szeretnénk, ugye? Rakjuk bele a szént, 13 szén. Oké, akkor ez most itt sülni fog nekünk, és akkor még a bányát folytassuk. Én amondó leszek. Mert az... Amúgy videó kívül is csinálok ám dolgokat. Csak most ebben a pillanatban nem csináltam videó kívül. Na most van 60 darab. Ne nézd meg, hogy rakom le. Pont, hogy rakom le. Szerencsére meg tudom kapni. Ugye itt vagyunk, akkor igen. Ide kell egy darab lépcső, ide meg a másik darab lépcső. Utána egyet idő lejjebb lépünk, és ide is kell egy darab lépcső, meg oda is. Még, és most egyet most nem tudunk le, de hogy nem, ide tudunk egy lépcsőt rakni, még ide egy másik lépcsőt. És nézzük meg, akkor már nem nézünk meg semmit, mert ugye ezt is itt kell ütni. Hogy ugye tudjunk haladni, és ezt is ki kell ütni. Szóval ilyenekre koncentrálni kell a bányászásunk közben. Na nézzük meg, hogy hány... Hát mind a hat megvolt, oké, okay, akkor több szünet ne égessünk viszont, hanem ezt a, ebből a hat tízből csináljunk valamit. Én azt mondó leszek, hogy ebből a hat vasból csináljunk valamit, ha már találtunk hat darab vasat. Hát én amondó leszek, hogy mit tudnék csinálni, most meg is fogom ezt így tekinteni. Hát ez igen kevés, hogy tudjak csinálni belőle. Hát szettet csak is csak sapkát meg cipőt tudnék csinálni, azzal nem éri meg. Akkor, és hány, és kettő darab vas csákány tudnék csinálni. Oké. Akkor csináljunk egy, kettő darabot, és csináljunk 13, egy csak három darab kő csákányt, és csináljunk, jó is lenne, és csináljunk ennyi. 13 darab kőkardot, és még 3 darab csákányt csináljunk, és 3 darab baltát, 1, 2, 3. Ennyit csinálnánk most, és ami nagyon jó. Na gyerekek, hát akkor most mi folytassuk ugye a bányánkat. Igen, szóval folytassuk ugye a negyedik rész ez most, és ma már tényleg nem lesz több videóm, mert kicsit több is a videóm, de mindegy, de egy ott. Hát itt tudja, hogy lesz gyémánt, de most, most pont a gyémántért nem fogok lemenni. Hanem most nem tudom, hogy mi legyen gyerekek, mert ez már harmadjára jelent meg itten. És nekem meg muszáj tovább mennem. De így még már semmiképp nem fogok tudni, ezért ugorjunk be, és nézzünk körül. Vasért, ezeket a vasérteket mindenképp ki kell, hogy essünk. Jaj. Csak kellene folyjon, de úgyse fog remélni. Miért jelens csinálja a fakard? Úristen! Ott ez elégette. Hogyan égette el? Azt nem kaptuk meg sajnos. Hát ez hogy nézd már ki?
Jó, ezt megkaptuk. Ott is van vasért. Arra még lába van, ha jól látom. Oké, hát valahogy ezt a vasércet szerezzük is meg, jaj, bele fog folyni a lábába. Szerencsére nem folytunk bele. És én most... Kilő? Kilő is honnan? Honnan lőnek? Szépen tudom, hogy esik az eső időjárás derültet csinálok. Látjátok? Jaj, meglőtt a kis szemétje. Igen. Ó, pukkadjál meg! Hát, ezt újra megcsinálom, de ezt egy tisztelőszer csináltam. Várjatok! Meg lesz ez itt csinálva. És itt van, itt van a vasérc, oké. Tudja meg ez a csigaság. És a vasért. Tudtam amúgy, hogy itt sok lesz az ilyen vasértkes dolgok. Azért jó, mert több dolgot tudok csinálni vasból. Most... Ó, de megint olyan, hogy a lábába folyjak be. Hallod? Azt hittem aranyt látok. És így is lett volna. Na, úszunk. Hát találunk gyémántot, hogy aranyat, mert az ilyen helyeken szoktak lenni. Jaj, ne lábába kerüljön! Inni, akkor itt a szépen mimink. Újra 6 idénk van. 6 ilyen idénk van. Nem még mi. Nem. Egyik ajtót elégessük. Csak az elég kevéske. Most 2-t tudunk égetni, de most keresnünk kéne. Jaj, hát volt nálam. Én, hát ezt miért nem vettem észre? Volt nálunk szén, és észre se vettem. Így is szépen csinálunk. Hát akkor... Gyerekek, folytassuk is. Próbáljunk meg akkor megint csak eredményt. Jaj, majdnem elmentem. Szerencsére, ha vízben vagyok, nem égek. Lájva. És találtunk aranyat, gyerekek! Találtunk aranyat! Na! Kéne egy fákja itt. Találtunk aranyat! Gyerekek, mennyire mázilisták vagyunk! Na, gyorsan a vasérceket itt szépen kibányásszuk, mert ez mindig kellhet.
Négy, és ez az utolsó a sírt, ugye? Igen. A szenet is, ha már itt vagyunk, ki kellene. Jaj, fönn meg el fog égni az összes szén, mindegy, már itt van most egy szén, ezeket a szeneket gyorsan kibányászom. Nem, ennyi szén elég, most az aranyat bányászok, az aranyat, az a nagyon fontos, az arany. Sajnos ennyi arany volt. Mi van arra? Ott is van itt egy vasérc, mindjárt ezt is ki fogom bányászni. Hát van meg elég, mindegy, most itt gyorsan három pár darabot bányászunk szenet, mert nem lesz elég szenünk. Igen, ennyi szén elég lesz. Na majd ide jövök szenni szénél. Itt arra mindjárt körül nézünk, hát lesz még arra gyémánt, vagy arany még. Hol láttam ott fönt, hát oda meg hogy üsse föl. Szépen, hogy átparkőrözök, és itt is van. És itt is mennyi vasért van, gyerekek? Hát már összeszedtem 7 darab vasércet. Már nyolc, már 9 vasércem van. És ha jól látom, még itt is van egy vasérc, és szépen muszáj volt nekem is lezuhannom. De pusztulj meg a láva! Pusztulj meg a láva, ne! Jó, mindegy, akkor szépen megnézzük, kivesszük, ha van még benne, van még. És oké, köszönjük szépen. Akkor most ez jön, ez arany. És akkor a szemét is bányászunk ki ezt a dolgot, hogy nem lábábások, és szerencsére nem. De kettő arany még majd mindjárt ki is lett, akkor nekünk ott idélve. Égedve, és nekünk most oda kéne ugye átparkűröznünk. Szerencsére nem csak egy, de kéne már egy fák, mert semmit nem lehet látni. És most valamiért nem kaptam ezeket meg, pedig az inventorim sincsen tele. Jó, arra még van, de most azért nem fogunk elmenni, hanem erre folytatjuk utunkat, és ezt az egy izét, hát van még nálunk egy darab izény, szóval teljesen. És már erre menjünk először. Menjünk erre. És mennyire jó választás volt erre jönni! Gyerekek, mi mindent találunk ebben a videóban? Na, ezt a fákját meg kellett elhasználnunk. De mindegy, mert az aranyat muszáj. Muszáj megkapnom is, meg minden. Nem baj, és még itt van arany, gyerekek, fönt. Csinálj, Zsebi. Hú, kicsit megszédültem is sok arany látványtól. Megért erre jönni, gyerekek, megért, én azt mondom. És megéri ez a videó is, és már 18 perces a videó, gyerekek, gyorsan menjünk killezni egyet, most már nem érünk rá. Gyere már be. Killele. Jaj, millele. Ilyen szar. Killele. Ezeket mi csinálunk. És gyerekek, ez a videó, ez a legjobb videó volt. Szerintem. Tegyük össze, amik van itt. Tudom, ilyen. Ó, még kelleni fogsz én, de szerencsére benyesszünk. Na de gyerekek, ez a videó ennyi lett volna. Most be fogom rakni a vast meg az aranyat a ládákba, és a következő. És mert én most fogok csinálni itt, még fogok a Minecraft-tel kicsit játszani, meg építkezni dolgokat, de ezeket berakom a ládába, és veletek majd kiválasztani a következő
videóban fogom. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Még soha nem volt sima videóm 20 perces, max nagyon kevés. Ha tetszett a videóm, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a Zsebi videó Twitch csatornára. Most be fogok vágni, hát nem fog bevágni, mert hülyeség lenne, hanem aludni fogok. Egyet. És a gyerekek, akkor én most itt elbúcsúznék. Ha tetszett, megint csak elmondom, nyomjatok a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a Zsebi videó Youtube csatornára. Én Bálint voltam. Sziasztok!